Sziasztok, köszöntök mindenkit a megújult csatornán. Mostantól csak is kizárólag gameplay tartalmak lesznek. Meguntam a tech videó készítését, úgyhogy innestóval játszani fogok. Mássuk, hogy kell ezt. Azt mondja, hogy jobb meg nem. Elbetű igen. Akkor itt a fából csinálunk deszkát. Aztán a deszkából sticket. Csinálunk jó sokat. A stick az fontos. És kész a csákány. Mehetünk bányászni, gyerünk! Üssed, bátya, üssed, 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 gyorsan van. Mert a kőásó. A kőbalta. Meg a kőkard. Kőkard vagy nem kőkard? Na, srácok, ennyi fér bele ebbe a rövid gameplay videóba, remélem, hogy tetszett. Ne felejtjétek, mostantól csak gameplay tartalmak lesznek ezen a csatornán, úgyhogy ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor lesznek még gameplayek. Tudom, nem lesz semmiféle gameplay csatorna, maradunk a tech videóknál, viszont ez a kis játék azért volt szükséges, ugyanis egy gaminggel, streaminggel kapcsolatos terméket fogok most bemutatni, ami nem más, mint a Logitech legújabb webkamerája, a Streamcam. Az ott, az a kamera. Szóval, láthattátok, hallhattátok, a gameplay nem az én asztalom, úgyhogy soha nem is lesz gameplay csatorna, viszont hogyha te ilyenben gondolkozol, esetleg üzöd már, akkor lehet, hogy érdemes lesz megnézni ezt a videót. Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. A Logitechnek nagy múltja van a PC-s webkamerákat illetően. Nagyon sokan használják még ma is például a C920-at és a 22-t vagy a Logitech Brio-t, és most itt a Logitech Streamcam, ami egy maximum Full HD 60 FPS-re képes kamera, és rendkívül sok funkciót építettek bele, ami nem csak gamereknek jó, hanem azoknak is, akik más közösségi felületre gyártanak tartalmakat. A vállalat a doboz hátulján pont a C922-vel hasonlítja össze a Streamcam-et, közülük a Full HD 60 FPS, az intelligens funkciók, az USB-C csatlakozás és a vertikális mód emelhető ki. A dobozban a webkamerán kívül találni fogunk egy extra tartót, amivel tripodra tudjuk rögzíteni a kamerát, illetve a vásárlók kapnak 3 hónap ingyen X-Split prémium előfizetést, ami green screen nélkül is képes háttérszeparálásra. A kamera külsőre és anyaghasználatra szerintem remek, könnyedén fel lehet tenni a monitorra és a gumis rétegnek köszönhetően stabilan is áll, emellett elég nagy intervallumban igazítható, mozgatható, ha pedig rögzít, akkor elől világít egy LED az egyébként szövet felület mögött. A kamerához tartozik egy szoftver is, a Logitech Capture, ami önmagában elég lehet a legtöbb tartalomgyártónak, főleg rögzítésre, de természetesen Capture nélkül is működik, például az OBS-sel is. De ha már Capture, akkor nézzük meg, hogy milyen szoftvert kapunk a gyártótól. Elindítva láthatjátok, hogy két forrást tudunk beállítani, az egyik lehet a Streamcam, a másik pedig a gépet kijelzője, ezek között az Alt plusz 1-2-3-4-5-6 kombinációkkal vagy a képernyőn is váltogathatsz, lehet külön az egyik vagy a másik, lerakhatod az egyiket a sarokba, de felezheted is a képernyőt. A kamera beállításai között vannak presetek, hogy mondjuk streamelnél vagy csak rögzítenél, ennek megfelelően a képkockaszám vagy az expozíció a fontosabb, rárakhatsz a képre backlight korrekciót is, kiválaszthatod, hogy az audio dual mono vagy stereo legyen, illetve van két kiemelendő funkció, az egyik közülük a képstabilizálás. Ilyenkor erősen belekroppol a képbe és elvileg stabilizálja a felvételt, nos hát próbáltam ugyanolyan erősséggel ütni az asztalt, mert hát mind ismerjük a Rage Game-et, de egyszerűen ugyanúgy remegett a kép, szóval én ennek nem látom az értelmét egy webkameránál, a másik funkció viszont sokkal érdekesebb, ez az autoframing. A Streamcam beépített arcfelismerővel is rendelkezik, hogyha ezt bekapcsolod, szintén bele fog kroppolni a képbe, de ha elmozdulsz, akkor a kép követi az arcodat, hogyha például a hátrébb mész, akkor veled együtt közelít. Ezen kívül a kamerára bízhatjuk a fehér egyensúlyt és a fókuszálást is, illetve van chroma key is, hogyha esetleg zöld háttérrel is szoktál játszani. Megmondom őszintén, hogy ugyan van zöld hátterem, de a világítás sem ideális, illetve nem is értek hozzá, de akik komolyabban foglalkoznak ezzel, azok biztosan tudják értékelni ezt, bár azok valószínűleg OBS-t használnak.
A képre lehet tenni különböző effekteket, be lehet állítani átmeneteket, keretet a két forrásra, beállíthatod a felbontást, a képkocka számot és az encodert, valamint mikrofonként is lehet használni a streamcamet, a videó elején a gameplay résznél annak a hangját hallhattátok. Jó, hogy van mikrofon, de hogyha komolyan nyomod, akkor valószínűleg úgysem ezt fogod használni mikrofonnak. Nos, nagyjából ezekre képes a gyári szoftverrel a Streamcam, ami alapvetően egy remek webkamera, szuper a képminőség, az autofókusz pontos, megfordítva a kis keretében álló videókat is tudsz készíteni, nem is tudom, mondjuk Instagramra, és akár tripodra is kiteheted, szóval nem csak szigorúan monitor fölött ti használatra tervezte ezt a Logitech, hanem például kiviheted a nappalitba is, rákötheted a laptopodra, a Macedre is, mert a Logitech Capture amúgy macOS-t is támogat, a Mac szempontjából pedig különösen erőnyös az USB-C. A jövőben előfordulhat az is, hogy a streamcammel fogom felvenni a különböző készülékbemutatókat, és ugye streamelni fogom, például Apple Keynote-ot, és így nem kell a Sony kamera ahhoz, hogy minőségi legyen a videó, bár nyilván van köztük különbség. Egy szó mint száz, a Logitech Streamcam nekem kifejezetten tetszett, bár a szoftverben a stabilizálás funkció kicsit furcsa, illetve sokkal jobban örülnének a nagyobb látószögnek, ugyanis ebben nem kifejezetten bajnok. Szerintem vannak jobb opciók is, legalábbis én láttam jobbakat más csatornákon. Sziasztok, köszöntelek titeket a 13. vlog epizódban. Igen, meguntam a gameplayt, illetve a tech videózást is, úgyhogy mostantól csak és kizárólag vlogolni fogok ezen a csatornán. És hogy még drámaibb legyen, rázumlok az arcomra, és elmesélem, hogy milyen volt a napom. Fölkeltem, kávéztem, leültem a gép elé, ebédeltem, videót vágtam, videót vettem föl. Nagyjából ennyi. Ja. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a vlog epizódot, találkozunk a következőben. Sziasztok! Ja igen, és majdnem elfelejtettem, hogy persze vlogolás közben sétálni kell, miközben beszélsz a kamerába, szóval ilyen az, amikor stabilizálva van a streamcam. Ja és persze, hogyha elfordítod, akkor vertikális videókat is tudsz csinálni, hogyha mondjuk Insta sztorizol. A streamcam nem tartozik az olcsó webkamerák közé, jelenleg 50 000 forint környékén kapható, és egyébként elérhető fehérben is, kifejezetten a női streamerek számára. Mivel ez az első webkamera, amivel vala is foglalkoztam a csatornán, meg amúgy is, ezért nehéz véleményt alkotnom róla árérték arányról, hogy megírje, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, mit mondotok róla, szerintetek megírje az 50 000 forintot ez a kamera, írjátok meg kommentben. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez lenne a Logitech Streamcam, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!